Furfangos és izgalmas kérdésekre keresték a választ Magyar Kanizsán azok a felsőosztályos diákok, akik részt vettek a helyi Knesa Oktatási és Művelődési Intézmény által szervezett kvízpéntek elnevezésű foglalkozáson. A vidám délelőtre a tudományok, a művészetek és a mindennapok témaköréből is kerültek ki kérdések. Három csapat vett részt a foglalkozáson. A kvíz kérdések zöme nem okozott gondot a fiataloknak. Nem nehezek a kérdések, de el lehet rontani ilyen figyelmetlenségeken. És a csapatunk hát eddig elég jól teljesített. Szeretek kvízezni, főleg barátokkal, ha ők is jönnek. Hallottam, hogy lesz ez az esemény, és ugye én nagyon szeretem a kvízeket, és azért is jöttem, mert nagyon kíváncsi voltam rá, hogy itt mi lesz, és eddig nagyon tetszett, ilyen mindenféle témakörből kaptunk kérdéseket, és vannak becsapósabb kérdések, és vannak könnyebbek. Eddig a legtöbb választ tudtuk helyesen, de van, amit elrontottunk néha ilyen kis figyelmetlenségeken. A játékmester az előző napokhoz hasonlóan Ábel István volt, aki örömmel készítette el a kvíz kérdéseket, hogy aztán közös játékra invitálja a fiatalokat. A kérdéseket természetesen a gyerekek szintjén válogattam össze, és hát igyekeztem minél szertágazóbb kérdések lenni, és én mondtam is nekik, hogy ez nem nagyon kötődik az iskolai tananyaghoz, hanem arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire nyitott szemmel járnak, kelnek a világban, és hogy mennyi az, amit megtanulnak az olvasottakból és a látottakból. 80% körül vannak a pontos válaszok, sőt, lehet, majd a végén összeadjuk, akkor kiderül, mert van még hátra. Hát összesen 40 kérdés lesz nekik, ez elég kimerítő lesz, de úgy látom, hogy szórakoztató, és a gyerekek igen nagy érdeklődéssel vannak iránta. Hát tulajdonképpen én ezt már évek óta csinálom az ilyen kvízezést, és vannak régebbi kérdéseim, újabbak, akkor össze szoktam állítani mindig egyet. Tehát mindenféle forrást felhasználok, van internet is, meg könyvekből is, főleg gyerekeknek szóló tudományos, félig tudományos könyvek, ugye, ami a gyerek szintjén van, azokból szoktam összeszedni a kérdéseket. Meg aztán van, amit önállóan alkotok hozzá, tehát teljesen vegyes. Hát leginkább szeretik az átverés kérdéseket, tehát ahol valamiféleképpen megpróbálom őket csőbe húzni. A program során pontokat gyűjthettek a gyerekek, a legjobban teljesítők pedig jelképes jutalomban részesülhettek.